Sziasztok, Fid vagyok, és ebben a videóban a Predator bukós sisakot fogjuk szétszedni, és beletesszük ezt a gold plexit, vagy üveget, nem tudom pontosan a nevét, azért, hogy este is tudjam használni, mert így ön is közveszélyes. Na akkor, egyszer. Oldalanként két csavar fogja. Az előző videóban már elmondtam a tulajdonságait, akit érdekel, az keressen rá. És akkor most arra figyelni kell, hogy az elemtartót húzzuk ki, mert eltépjük a kábelt. Yeah. Mint mondtam, egy golyó vagy bili bukósisak az alapja, ami nem karbon, csak egy 5000 forintos valami. Ez most nekünk nem kell. És mint láthatjátok, igazi karbon, és itt még tartja két csavar a plexit. Azért, mert ilyen rutinos, amivel már szedtem szét, mindig bepárásodott. Mert használtam télen is, és én hülye szemüvegtörlővel töröltem, ami azért nem jó, mert belülről ki volt fújva valami párásodás gátló anyaggal, ami elkezdett fölráncosodni. Én meg nekiestem sima szivacsal, és nem hozta le, utána átváltottam a dörzsi felére, és jól szétkarcoltam. Szóval elég nagy hülyeség, hogy belül nincs fólia, csak kívül, mert így nagyon könnyen megkarcolódik ez az anyag, sőt, még talán meg is tudom mutatni, hogy tiszta maszat, mert egyszerűen letörölhetetlen, és bármilyen nekiesel szétkarcolod. Még a szemüvegtörlő szarvasbőr se jó. Mondja, hogy ja. Sokkal jobb is átlátni rajta este. Sose vegyél olyan bukós sisakot, ami nem tudod felemelni a sötét plexit. Ilyen lett, sokkal jobban használható majd éjszaka, mint ebben a sötétített plexivel. Látható, hogy nagy fény van a szobában, és hogy mennyire nem látszik át az eredeti plexije, viszont ez is ugyanaz a karcolódós fos, mint ez, úgyhogy kell keresnem valami nagyon-nagyon finom anyagot, ami nem karcolja meg belülről. Plusz ennek annyi a hátránya, hogyha összetapizom, rögtön ott marad az új lenyomatom. Ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Fid voltam.